Heteken belül birtokba vehetik a megújult egészségügyi intézményeket a dolgozók és a páciensek. Az egészségügyi alapellátási intézményekhez tartozó több mint 30 intézményegység közül 3-at modernizáltak az elmúlt 10 hónapban. Folyamatban van a Szent Imre utcai fogászat visszaköltözése, így hamarosan már ezen a megújult helyszínen tudják fogadni a pácienseket. Az infrastruktúra fejlesztése mellett a fogászati kezelőegységek és az informatikai eszközök, valamint a bútorzat cseréje is megvalósult a pályázatból. A településfejlesztési operatív program részeként több mint 200 millió forintból az egészségügyi alapellátási intézmény 3 telephelye kapott teljesen új formát. Az ingatlanok műszaki átadása megtörtént, így várhatóan jövő héten a Csengeri, azt követően pedig a Nagyrác utcai rendelő is visszaköltözhet. Nagyrác utcai házi orvosi rendelő, itt a Fogász Szent Imre utcai fogászati tömb, illetve a Csengeri utcai gyermekorvosi rendelő. Ugye az előbbi kettő az felújításra került, teljes körű épületrekonstrukció valósult meg, villamos rekonstrukció, gázrekonstrukció, ezen kívül ugye szigetelés a Nagyrác utcába, tetőcsere is, külső-belső nyílászárócsere, burkolatcsere. A Csengeri utca 35 szám alatti rendelő, ugye ott az épület rossz fizikai állapota miatt, illetve társasház jellege miatt a pályázatban nem szerepelhetett, ezért egy teljesen új helyen a Csengeri utca 89 szám alatt épült egy új gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó.